estét kívánok! Szenzációs időszak van a székesfehérvári atlétika, az Arak, illetve az atléták mögött az elmúlt hetekben, hónapokban egymást érték a rangosabb versenyek, utánpótlás felnőtt szinten, hazai, nemzetközi porondon, és hát majdnem mindig be tudtunk számolni szerencsére fehérvári sikerekről, és tulajdonképpen ennek az időszaknak a megkoronázása volt, lehet a szurkolók számára biztos a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, amelyen egyrészt fehérvári atléták is megmutathatták tudásukat, másrészt az egész sportág amúgy a teljes pompájában bontakozott ki a gyönyörű kis ékszerdobozban, a Bregyóközi Atlétikai Centrumban. Tulajdonképpen, ahogy azt egyébként, ahogy arról beszámoltunk már egyéb felületeinken is, a polgármester a Városházán, a Magyar Bajnokságon remekül szerepelt fehérvári atlétákat fogadta. Ez egy tradíció, hogy mindenki, aki bajnoki címet szerez, aki nemzetközi dicsőséget hoz, az kap egyfajta elismerést, egy köszönetet a város felől. És most tényleg volt kinek és minek megköszönni ezt az utóbbi néhány hetet. A mai vendégeink a stúdióban azok a székesfehérvári versenyzők, akik egyéniben magyar bajnoki címet nyertek felnőtt korosztályban, bár még az utánpótlásban is nyerhettek volna. Itt van velünk Siskó Zsófia, illetve Szabó Dániel, akik tehát már felnőtt magyar bajnokok. Hozzá kell tenni, hogy Daninak mondjuk ez az érzés nem ismeretlen, hiszen már korábban is ezt megtapasztalhatta. Ez most egy olyan időszak, amikor mondhatnánk, hogy lezárult egy nagyon fontos versenyperiódus, bár Dani számára még hátra van ugye az év főversenye, vagy az egyik főversenye, de mégis, hogyha így vissza kell pillantani, akkor alapvetően tényleg elégedettek lehettek, nem? Hát igazából hát elégedett az szerintem sosem leszek, meg szerintem ilyen nem igazán van nálunk sportolóknál. Jó szezon zártunk szerintem mind a ketten a Danival. Ugye neki még csak most jön a főverseny, nekem már ez megvolt. Kétszer is sikerült egyéni csúcsot javítanom, úgyhogy ez mindenképpen pozitív számunkra, és ez egy nagy előrelépés, de nem szeretnénk itt megállni, úgyhogy folytatjuk. Már emlékszem, hogy az országos bajnokság sajtótájékoztatóján föltették azt a kérdést, talán éppen neked, hogy az aranyérem, vagy pedig az egyéni csúcs az, ami fontosabb, de lehet, hogy Dani válaszolt aztán, mert nem tudom, az a lényeg, hogy valóban van egy ilyen érdekesség, nyilván egy egyéni sportot űző, az eredmény stopperrel vagy centikben mérő sportolónak, hogy ő tudja, hogy mikor lett még jobb, még gyorsabb, még magasabbra, mikor jutott. Aztán lehet, hogy az éppen nem a győzelemhez elég. Mi az igazán fontos? Mert neked a 420 centi, ami az egyéni rekordod, az ugye most jött össze egy nagyon fontos versenyen, a csapat Európa-bajnokságon. A magyar bajnoki címhez viszont nem kellett akkorát ugrani. Mind a kettő nagyon fontos. Csúnyán fogalmazva az volt nekem a feladatom, hogy idén megnyerjem a szabadtéri OB-t is, a fedett OB után. Úgyhogy a címnek mindenképpen nagyon örülök, és egyébként fel is, tehát megkönnyebbültem a verseny után. De már letudtam a feladatomat, és kicsit felszabadultabban tudtam utána versenyezni. Igazából a mezőnek is köszönhető, hogy elég volt a 4 méteres magassága az OB-n. Én úgy terveztem, hogy az OB-n ugrak egyénit, de olyan állapotban voltam, hogy ez most nem így jött össze, hanem egy kicsit később. Hát attól még ezt gondolom, ugyanolyan nagy élmény volt ugye Izraelben is, ahol sikerült ezt elérni. De neked kicsit azért más a helyzet, mert ugye 2 évvel ezelőtt az országos bajnokságon már a csúcson voltál, ha lehet úgy mondani, hiszen akkor megnyerted a sprint számokat, aztán tavaly jött egy rivális, aki gyorsabb volt, úgyhogy tulajdonképpen te itt egyfajta trón visszahódításra készültél, úgyhogy még mindig csak 20 éves vagy, tehát rettentően fiatal versenyző, akkor most minden klappolt az idén. Hát mondhatni klappolt, de egyben a mezőn is közrejátszott, mivel a tavalyi ellenfelem Sipos János, vagyis riválisom, mint fogalmaznék ki, mivel a pályán csak riválisok vagyunk, de a való életben barátok. Idén neki a forma nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, és sajnos meg is sérült, és ennek köszönhetően én fejlődtem, ő meg valamiért nem tudott arra szintre eljutni, ahol tavaly volt, és emiatt sikerült úgymond a trónt visszahódítani. De az idei évemmel elégedett vagyok, hogy bevalljam. A 100 méter nagyon is meglepett, hogy ilyen időket értem el, de azonban ennek még nincsen vége, mert jövő héten utazunk az 23 Európa bajnokságra, és ott még szeretném az egyéni csúcsomat továbbjavítani. És mint szokás mondani, egy bajnoki címet könnyebb szerezni, mint megtartani. És tavaly ez a nyomás teljes mértékben rajtam volt, hogy most igenis meg kell védeni azt a címet, de egyben tudtam, hogy nagyon nehéz dolgom lesz, mivel Siposan olyan egyéni csúcsokat és olyan időket tudottam, amiről még álmodni se tudtam, vagyis tudni tudtam volna, csak még megvalósítani nem, és idén sikerült annak a közelébe jutni, és elég is volt ez a 10.49-es eredmény, hogy visszaszerezzem a 100 méteren a bajnoki címet.
azért a te esetedben is ott van, hogy a bajnoki cím mellett az egyéni csúcs, ami azért akár hogy nézzük egy versenyző esetében azt jelenti, hogy ő, aki mondjuk Magyarországon a jelenleg az egyik leggyorsabb futó, életében nem futott még ilyen gyorsan. Tehát azért ezt így kimondani jó érzés lehet, nem főleg, hogyha egy olyan versenyen sikerül, ahol ráadásul fontos címet is lehet vele szerezni. Igen, igen, ez nagyon fontos, mivel szerintem egy sportolónak a legnagyobb ellenfele saját maga és az idő vagy a centik Zsófi esetében. És igazából a magának a versenyzőnek saját maga az ellenfele, mint az előbb mondtam, és önmagunknál nagyobbat teljesíteni és jobban teljesíteni az az egyik legnagyobb kihívás. Igazából ez hol dől el, vagy minek, mi a titka annak, hogy valaki egy fontos versenyen tudja a legjobbját hozni? Ugye azt mondják, hogy ez az igazi nagy sportolóknak az ismérve, függetlenül attól, hogy az ellenfél mit teljesít, hogy ő akkor, amikor kell, akkor tényleg nem tehet szemrehányást magának, kihozza a legtöbbet. És hát, hogyha valaki életében akkor ugrik a legmagasabbra, vagy akkor fut a leggyorsabban, akkor elmondhatja, hogy sikerült. Szerintem ez egy nagyon komplikált kérdés, mert ennek több tényezője is van. Egy, maga az egész felkészülési szezon, hogy ott volt egy sérülés, vagy nem volt, vagy hogy hogyan állt neki maga a sportoló, maga az étrend is egy egészen fontos kiegészítő. Másrészt, hogy az előtte való hetekben, napokban hogy tudott aludni a sportoló. Másrészt pedig az, hogy fejben mennyire van ott, hogy teljes mértékben oda tud koncentrálni, le tudja játszani a fejében magát az ugrás, magát a futás, hogy igenis sikerülni fog, és hogyha ez így mind ötvöződik, akkor tud egyéni csúcsot elérni, én szerintem. Hát nagyon fiatal sportolók vagytok, azért is biztató, gondolom én már tényleg kívülről nézve a dolgot, hogy ezt elmondhatjátok magatokról, mert aki 20 évesen, 21-22 évesen egy versenyen a legtöbbet tudja kihozni magából, azelőtt azért még ott van egy hosszabb fejlődési periódus, még akár években mérhető, tehát alapvetően itt most még csak ott tartunk, hogy ez egy nagyon jó alap a későbbi még felnőtt sikerekhez, nem? Igen, mindenképpen. Pont ezt beszéltük az edzőmmel, Szkumár Péterrel, hogy nekem ez egy nagyon fontos alapkőletétel volt most a 4-20, mert erre már lehet építkezni. És a továbbiakban nagyon reméljük, hogy most már nem az lesz a cél, hogy az országost megnyerjem, hanem hogy minél több nemzetközi versenyen indulhassak és kijuthassak, hogy ne csak az itthoni mezőnnyel találkozzak, hanem minél rangosabb versenyzőkkel, ugrókkal is. De most mondhatjuk, hogy te vagy a legjobb magyar rúdugró nő jelen pillanatban, ahogy Dani a legjobb sprinter, tehát azért neked itthon is lesz most már feladatod, mert nyilván ennél a szintnél nem szeretnéd lejjebb adni. Lesz, biztosan, hogy lesz. Főleg az elvárások lesznek nagyobbak. Én úgy érzem, hogy ez mind fejben dől el. Egyetértek Danival is, de rengeteg példa van arra, hogy valakinek nem úgy sikerül a felkészülése, de mégis nagyon jól versenyez. Úgyhogy én abszolút csak amellett vagyok, hogy abban az adott pillanatban ott kell lenni fejben, és akkor minden összeáll. És akkor te jó versenyző típus vagy, ugye az OB-n is, és most itt a Hope parádén is láttunk egy olyan alacsonyabb magasságon az utolsó kísérletet vitted át, amivel nyilván az edződre, a szurkolókra ráhoztad a szívbajt, hogy Jézusom, mi lesz, hogyha itt kiesel 4 méter alatt még bőven. De az, hogy az ember utána aztán könnyedén abszolválja, majd pedig a magasabb magasságokat is, az azt mutatja, hogy azért alapvetően rá tud készülni, vagy rá tudod készülni, nem? Ugyanezt csináltam a csapat Európa bajnokságon is, úgyhogy szegény edzőmet kicsit idegesítem néha. De én úgy érzem, hogy vannak ilyen hullámvölgyek, meg mélypontok egy versenyen. Most nekem egy kicsit tágabb periódusban, de van, akinek ugye nem olyan vészes. Igazából én általában, amikor úgy érzem, hogy nem megy annyira, és harmadik kísérletre ugrom át az alacsonyabb magasságot, akkor összeszedem magam, mert megijedek, hogy nehogy kiessek. De ott a versenyen ez engem nem szokott leblokkolni, hála az égnek. Ugye egy kicsit arról beszéltünk, hogy Zsófi hogy nyerte meg ezt az országos bajnokságot, a te eseted azért talán részletesebb felelevenítést is érdemel, mert ugye egy 100 méteres síkfutás után nem sokkal egy 4x100-as váltóban is sikerült nyerni, 200-on viszont, hát ha kevéssel is, de ugye nem. Összességében hogy tekintesz vissza erre az országos bajnokságra, ami neked így 3 érmet hozott? Igazából úgy tekintek vissza, hogy egy igazán sikeres országos bajnokságot zárhattam, mivel 2 aranyérmet és 1 ezüstérmet tudtam elhozni erről a felnőtt országos bajnokságról. Igazából, hogy őszinte legyek, küzdködtem egy kisebb sérüléssel, amely beleavatkozott abba, hogy nem biztos, hogy indulok, se 100-on, se 4x100-on, se 4x100 méteren.
De végül amellett döntöttünk edzőmmel Varga Tamással, hogy igenis elindulunk. És jól is döntöttünk, mert igazából egy új egyéni csúcs született 100 méteren. 4x100-on az edzőstársaimmal egyben az egyesület is egy bajnoki címet szerzett 4x100 méteren. 200 méteren nem tudom, szerintem egy pici megelégedettség volt bennem, hogy szereztem két bajnoki címet ez alatt a felnőtt országos bajnokságon. Másrészt pedig az, hogy még idén nem is futottam nagyon 200-at, ez volt a harmadik alkalom, és egy picit tapasztalatlanabbul álltam oda, és az utolsó 5 méteren meg is leptek az FTC versenyző Szabó László, aki igazából megérdemelte, mert egy nagyon ügyes versenyző, véleményem szerint, és igazából élményekkel teli volt nekem ez a felnőtt országos bajnokság. Mind a ketten bajnokok lettetek, mind a kettőtöknek el lehet mondani, hogy nem ez volt azért az idei fő verseny, de az, hogy mondjuk a hazai mezőnyben valaki a legjobb tud lenni, említetted, hogy itt azért barátok közt, régi ismerősök között verseny az ember, ez mit jelent? Tehát gondolom, aki gyerekkorától ebben a közegben nő fel és járja a versenyeket riválisokkal, azért csak kihúzza magát, nem, hogy most én vagyok a legjobb Magyarországon. Ez egy nehéz kérdés, és pont erről beszélgettünk az utóbbi napokban az egyik legnagyobb ellenfelemmel, mert aki nekem a legnagyobb ellenfelem, az egyébként a civil életben az egyik legjobb barátnőm. Ez nem ritka a sportban egyébként. Igen, és mi igyekszünk mindenhol azt hangoztatni, hogy nem ellenségek vagyunk, hanem ellenfelek. És ez nagyon fontos különbség, mert a pályán... Tehát attól függetlenül, hogy versenyzünk, szurkolunk egymásnak a versenyen. Tehát hogy az, hogy most éppen az adott napon melyikünk van jobb állapotban, vagy kinek sikerült jobban a felkészülése, vagy a mentális felkészülése, az már teljesen független ettől, én úgy gondolom. Azért is érdekes, mert emlékszem, Dani, hogy tavaly azért, amikor második lettél, vagy nem tudom, lehet-e úgy mondani, hogy hazai pályán, és kikaptál ugye Sipos Janitól, akkor azért láttam, hogy neki keseredni, de ezek szerint nem annak szólt, hogy most valaki vagy konkrétan ő legyőzött téged, hanem gondolom a saját teljesítményednek, vagy annak, hogy nem sikerült nyerni. Hogy őszinte legyek pontosan, én sem tudom, hogy miért voltam szomorú, ezt be kell valljam, mert igazából abban a szezonban életem második legjobb idejét tudottam 10-61-et, és annak is örülnöm kellett volna, de valahogyan nem tudtam. Csak be van az emberben, nem tudtam, hát igen, mert fordult egy picit a lelkismeret, hogy mi lett volna mégis ha, de hát az a múlt, azon nem tudok változtatni, és ebből tanulni kell, és előrelépni, és ebből építkezni. Ma a Városházán ugye nagyon megköszönték az Araknak azokat a parádés versenyeket, amiket rendezett, az, hogy az Utánpótlás Akadémia ilyen tehetségeket nevel ki. Benne éltek gyakorlatilag ebben a közegben hosszabb, rövidebb ideje. Hogy érzitek, hogy itt a Bregyóközi Centrummal, annak a létrehozásával, fejlesztésével párhuzamosan, és azokkal a tapasztalatokkal, amiket itt szerzett az egyesület, tényleg itt egyre komolyabb profi munka folyik, de gyakorlatilag tényleg ma Fehérváron a legjobb atlétának lenni? Adottak itt a maximális feltételek? Én kimerem jelenteni, hogy igen. Én ugye nem Fehérváron kezdtem a pályafutásomat, és voltam Pesten is. Egyébként a legalapabb kis, nagyon kis alapköveket Békés Csabán tettem le, de utána felkerültem Pestre, és onnan kerültem ide Fehérvárra, úgyhogy egy-két klubot így már ismerek közelebbről is. És sokan kérdezik tőlem, és én nekik is bátran merem kijelenteni, hogy itt a legjobb sportolni az Araknál, mert minden feltétel olyan szinten adott, hogy sehol máshol nincs ilyen az országban. És ugyanúgy a fizikai támogatást, az egészségügyi támogatást és a pszichés lelki támogatást is. Én úgy érzem, hogy itt mindegyik annyira megvan és megkapjuk, hogy igazából nagyon nem kell más csinálnunk, megkönnyítik a dolgunkat. Hát itt meg itt cseperedtél fel gyakorlatilag, a szemünk láttára lettél, vágta király itt Magyarországon, tehát tényleg egy gyerekkorodtól megvannak az emlékeid, nem csak erről a Bregyóközi Centrumról, hanem gondolom még a régebbiekről is. Megvannak persze, amikor még a Sóstói stadionba kezdtük. Igazából, hogy elköltöztünk ide a Sóstói stadionból, szerintem az egy nagyon nagy előrelépés jelentett, mivel megvolt a saját pályánk, a saját környezetünk, nem voltunk senki által zavarva, és csak mi voltunk, és mi is vagyunk továbbra is. És szerintem minden megvan, ami kell egy atlétának, hogy igazán sikeres legyen. Megvan a konditere, maga az edzői munka, az edzői háttér, maga az egyesületnek a támogatása, és szerintem mindent megkapunk, és nem panaszkodhatunk.
Jó, tehát itthon gyakorlatilag elértétek, ami egy magyar sportoló célja lehet, ugye jelen pillanatban ti vagytok a regnáló magyar bajnokok, és biztos lesztek is még sokszor. De hát nyilván egy sportoló fejlődésében, főleg ha ilyen fiatal, akkor jön az, hogy a nemzetközi szint, hogy egyre feljebb és feljebb kerülni. Most hol tudjátok magatokat ebben elhelyezni? Sok segítséget jelenthetett most ez a nagy nemzetközi kavalkád, ami itt volt, mindjárt beszélünk is róla, de mondjuk aki válogatott szinten versenyez már csapat Európa-bajnoksággal, majd most mész utánpótlás Európa-bajnokságra, az mennyire van képben vele, hogy igazából ő hol tart ott azokhoz képest, akik a nemzetközi elitet jelentik? Igazából én idén voltam először felnőtt válogatott, és idén tudtam először magam megmérettetni, és szerintem magamhoz képest nem teljesítettem nagyon rosszul, sőt, hoztam azt, amit itthon is hoztam, és ez egy pozitívum, mivel az elmúlt években nemzetközi versenyeken, világversenyeken valamiért leblokkoltam, és nem tudtam azt nyújtani, amire képes vagyok, és emiatt az eredmény is és a helyezés nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, vagy lehetett volna, de ezekből tanulva és ezekre alapozva mentálisan is próbáltam magam felkészíteni ezekre a versenyekre, és hát most majd kiderül, hogy mit fog hozni ez a felkészülés, ez az alapozás. De nem nagyon, hogy mondjam, így nem izgul, vagy nem rettem meg az ember, mikor először van ott a nemzetközi felnőtt mezőjében, és hát látja, ma Hirt Károly egyébként ugye célzott rá ezen a városházi fogadás, hogy hát még erőbe, testalkatban, mindenben bőven van hova nőnöd, hiszen a legnagyobbak, jó, hát mondjuk itt azért tényleg a legnagyobbak futottak, ugye hát fizikálisan is rettentően erősen. Az a baj, hogy ezen már nem lepődök meg, mivel nekünk ez az erősítés, ez a kondizás, úgymond, még nem igazán épült be az edzéstermünkbe, és én is tudom magamról, hogy mint sprinter, én nagyon gyenge vagyok, és hogy teljes mértékben elmaradok a nemzetközi mezőnytől, de még úgymond felesleges is, és majd ezt szépen fokozatosan kell emelnie a súlyokkal való dolgozást, hogy ne egyik pillanatra a másikra, hogy nehogy valamit megállk a fejlődésben, vagy nehogy valami sérülés legyen a következménye, és szépen lassan, fokozatosan, lépésről lépésre. Egyszer majd te is ilyen szépen kigyúrt nagy sprinter leszel, mint ezek az amerikaiak, akiket néztünk most. Hát remélhetőleg, de igazából ez genetika, tehát nem biztos, hogy rajtam annyira meg fog látszani, meg én nem is fogok akkorára megnőni, mint ők magasságügyileg. De hát majd meglátjuk, hogyha úgy alakul. Egyébként a gyorsaság nyilván nem csak az izom erő múlik. Zsófi, neked is ugye van ilyen tapasztalatod, de azon gondolkoztam az előbb, mikor volt ez a hopparádé, hogy ugye a 4 méter 5 centit teljesítetted itt a belvárosban, előtte ugye 4 méter 20-at egyéni csúcsként Izraelben. De ez a venezuelai lány, aki nyerte a versenyt, ő hát egészen bámulatos, nem tudom, 4 méter 59 vagy 56-ot ugrott, igen. Szóval azért ő azért nagyon komoly magasságban, hogy ez téged inspirál, látod, hogy neked oda kellene majd eljutnod egyszer? Abszolút, nagyon, igen. És én ezért szeretek külföldön versenyezni. Ugye, hogyha már itthon megnyertük az országos, tehát most nagyképpen fogalmazva nincs olyan ellenfél, aki annyira húzna. Mindig van ellenfél. De ugye kint külföldi versenyeken azért jön, mert azért, hogy jóval jobb ugrókkal ugrunk. És engem abszolút motivál. Ugye valakit leblokkol, hogy most én itt versenyzem a nagyok között, és én kicsi vagyok, és most mi lesz velem, de engem abszolút motivál, és nem feltétlenül abban a pillanatban, amikor versenyzem, hanem amikor hazajövünk, és elkezdjük az alapozást, vagy bármilyen edzés munkát, akkor jobban bírom az izomlázat és a fájdalmat, mert tudom, hogy ez kell ahhoz, hogy én is oda eljussak, ahova most ők vannak. Szerintem ez egy bámulatosan jó hozzáállás, hogyha ez tényleg a pozitívat és a jót hozza ki belőled, és most egy nagyon laikus kérdés következik, hogy igazából mi kell hozzá, hogy utolérd őket. Tehát mi az, amit ők már tudnak, te még nem tudsz, de megtanulhatsz, vagy utolérhetsz? Először is sérülésmentes felkészülés mindenképpen. Tehát én 2 évet kihagytam, 2014-ben megsérültem, és én 2 évet kihagytam teljesen, úgyhogy meg hát nekem van egy gerincsérülésem, amivel egyfolytában foglalkozni kell és gyógytornázni. Érzem annak a 2 évnek a hiányát, tehát azt úgymond bepótolni nem lehet, mert visszahozni nem lehet az éveket, de nagyon sokat fejlődtem fejben és lelkileg az alatt a 2 év alatt, úgyhogy úgy érzem, hogy fizikálisan kell most utolérnem magam. Akkor ahogy Daninál, úgy nálad is számít, hogy mondjuk ahhoz, hogy valaki gyorsabban tudjon rohamot csinálni, hogy nem tudom, ahogy ugye
leszúrja a rudat, ahogy ellendül, tehát ezek mind alapvetően fizikai kérdések, vagy technikai? Is-is. Tehát feltétlenül fontos az, hogy többet dolgozzunk. És ezért nagyon fontos az, hogy most ugye a 4-20-ra letettünk egy alapkövet, és ugye ezért mondta az edzőm is, hogy erre már lehet építkezni, mert ahogy emelkedik a magasság, és egyre nagyobbat ugrom, annál többet kell majd edzenem is készülnöm. Na itt volt ez a gyulai memoriál, ami tényleg lenyűgözte az országot ezzel a sztárparádéval. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen érzés volt ott a legnagyobbak között versenyezni, mert azért Justin Gatlinnal egy futamban lehet, hogy többet az életben nem fogsz futni, legfőképp azért, mert ő majd kiöregszik lassan, te meg még ugye pályafutásod elején jársz. Na de hát nem csak őt, hanem tényleg az összes többi sprintert elnézve, azért ez egy eléggé, nem tudom, felemelő vagy frusztráló volt inkább? Őszinte ezek. Két évvel ezelőtt, hogy van már tapasztalatom, mert ugyanígy futottam a Gyulai Sam Memorial, szintén Justin Gatlinnel, de hogy őszinte legyek, mivel nem voltam olyan állapotban, hogy ezt az egészet fel tudjam fogni, mert nagyon fáradt voltam, mert múlt héten érettségiztem, és érkeztünk haza Tel Avivból egyaránt. Próbáltam azonosulni a helyzettel, hatalmas élmény volt ez természetes, mivel itthon futottam a világsztárokkal, hazai nézők előtt, akik szintén drukkoltak nekem, rengeteg ismerős is kim volt, akik láttak. Az elejét nagyon élveztem a futásnak, azt kifejezettem, amikor még tudtam, hogy együtt futok velük, és amint felnéztem, és elkezdtek ellépni, hát akkor már kicsit rosszul éreztem magamat, mert egyszerűen csak annyit éreztem, hogy lépnek elő, meg hiába próbálok futni, utána nem tudok. És itt látszott meg az is, hogy mennyivel erősebbek, és mennyivel tapasztaltabbak, és gyorsabbak, mint én. De számomra egy felemelő érzés volt velük futni. Hát Zsófi, neked meg ugye eleve a rúdúrás szó szerint felemelő, de egy belvárosi környezetben egy meglehetősen, tehát tényleg ilyen közönségparádénak szánt bemutatón, sajátos körülmények között ez is egy ilyen egyszeri, nem mondom, hogy megismételhetetlen, mert reméljük jövőre megismétlik, de egy egyedi élmény volt. Mindenképpen, főleg azért, mert még nem indultam utcai ugróversenyen, és teljesen más a hangulat, ugye más a pálya, egy ilyen kis dobogón van, máshogy kell neki futni, kicsit tényleg annyira más az egész, hogy kicsit ilyen buli hangulata van egyébként, és ez szerintem azért nagyon jó, mert én úgy láttam a lányokon is, akik ellen versenyeztem, hogy felszabadulnak, és nagyon jó volt a közönség, nagyon jó volt, hogy tapsoltak, tehát nem voltak passzívak. Egyáltalán kiabáltak, szurkoltak, úgyhogy nekem egy nagyon pozitív élmény volt. Nagyon különleges kettőség volt egyébként, mert teljesen testközelbe hozta az egészet, tehát ott a Magyar Király szálló előtt ilyen dinnyét csipegetve, iszogat, koktélozgatva nézték az elit vendégek, a törzs közönség pedig tényleg ott egy méterre tőletek áldogált. Szóval az egész kicsit olyan volt, mint hogy hát ezt én is megcsinálom, fölmegyek, szaladgálok itt ugrálnak. Másrészt mégiscsak azt a szakágat hozta testközelbe, ami a legkevésbé valószerű egy hétköznapi embernek, mert azért 4-5 méterekre nem ugrálunk. Még gyorsan futott az ember életébe, de rúddal azért nem ugrott általában. Szóval ez egy érdekes élmény volt, hogy megmutatta, hogy a rúdugrást is lehet egészen ember közelbe hozni, és hogy itt nem valamiféle űrlényekről van szó azért. De hát biztos, hogy nagyon komoly közönsége lesz ennek, ha ez így folytatódik, gondolom mellette, vagy hogy legyen jövőre is. Igen, mindenképpen. Főleg azért, mert Fehérváron van hazai közönség előtt, úgyhogy én nekem abszolút pozitív volt az egész. Jó, egy mondatot még beszéljünk a közeljövőről. Dani, milyen elképzelések, tervekkel, vágyakkal mész ki a 23-as Európa-bajnokságra? Szeretnék egy ilyen csúcsot elérni, mind 100-on és 200-on is, mert 100-200 4x100-ba indulok, és a két sprint számba szeretnék egy ilyen csúcsot elérni. És hogyha ez valóra válik, akkor remélem, hogy ezzel legalább egy elődöntőt, vagy nettán egy döntőt meg tudok csípni, de ezeket nem szeretem elkiabálni, ezeket a dolgokat, mert akkor eddig sosem valósultak meg, és igazából csak szeretném a legjobbat nyújtani, és egyszerűen élvezni a versenyt. Reméljük sikerülni fog, Zsófi, te azt mondtad a Hopparádi, hogy tulajdonképpen te már a főversenyeiden túl vagy, de hogy mindig szeretnél még újabb és újabbakon részt venni, most hogy áll ez? Most jelenleg a héten még edzésem van, jövő héten szerdától van egy kis pihenőm vasárnapig, és letudtuk a nyári szünetet, és utána folytatjuk az edzéseket és a felkészülést, lesz majd edzőtáborom augusztusban, nem túl hosszú, de pont annyi, hogy még az utolsó versenyekre kitartson a forma. Sajnos a magyar versenynaptár elég szűkös,
És még nem vagyok olyan nemzetközi szinten, hogy meghívásokat kapjak mindenhonnan. Ezért mi szoktunk ilyenkor keresni a közeledő országokban versenyeket, ahol tudok nevezni és tőlem jobbakkal ugrani. Úgyhogy hát Magyarországon két verseny lesz még, egy csapatbajnokság és egy szuperliga döntő, ami szerintem mind a kettő elég fontos. Bár már kétszer javítottam egyéni csúcsot, de még mindig nagyon szeretnék. Volt egy előző interjúm a Fedett OB után, hogy ha 4-20-at ugrom, akkor elégedett leszek, de megugrottam is, hát annyira nem érzem ezt. Úgyhogy nem bánnám, hogyha még idén egy 10 centit rá tudnám pakolni, hogy aztán a jövő évben kicsit nyugodtabban menjen a felkészülés. Hát amilyen jó sikerült ez a szezon, kívánom, hogy olyan jól érjen is véget majd az év mind a kettőtöknek, és hogy jövőre is tudjunk ilyen hasonló sikerekről beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. A kedves nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, további szép estét kívánok!